Főtisztelendő püspök úr, egyházi méltóságok, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt tábornok urak, rendvédelmi szervek képviselői, tisztelt megemlékezők, kedves debreceniek! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm a forradalom köztünk lévő hőseit, azok leszármazottait, valamint az 56-os szervezetek képviselőit. 1956. október 23-ának forradalmi eseményei a magyarok elpusztíthatatlan, félelmet nem ismerő szabadságvágyát adták hírül a világnak. Ezen a napon, amikor a magyar nemzet története során már sokadik alkalommal fordult elnyomói ellen, egyetlen nap leforgása alatt forrt egységbe az ország Rákosi hatalmával szemben. 63 évvel ezelőtt a kommunista terror magyar helytartói remegni méltóztattak. Amikor történelmünk egyik legembertelenebb korszaka, a Rákosi korszak már elviselhetetlenné vált kommunista terrorja megszüntetett minden félelmet, óvatosságot, akkor a debreceni egyetemi ifjúság az országban először az utcára vonulva a hatalom elleni megmozdulásra hívta Debrecen népét. És a város polgárai, munkásai egy emberként álltak a fiatalok mellé. És délutánra a 40 ezres tömeg, eltávolítva a középületekről a gyűlölt vörös csillagot, követelte a kommunista diktatúra felszámolását. 1956. október 23-án délelőtt 11 órakor itt az egyetem épülete előtt a debreceni ifjúság a város polgáraival együtt egy demokratikus Magyarország megteremtését követelte. 20 pontban fogalmazták meg követeléseiket, függetlenséget, a szovjet katonák kivonását és a sztálinista vezetők leváltását akarták. Majd elindultak a belvárosba, és ezrek vonultak a Perényi utcai pártszékházhoz demokráciát követelve. Debrecenben a fiatalok mondták ki először hallhatóan, hogy elég a diktatúrából, elég abból, hogy mások külföldről mondják meg, mi történjen velünk magyarokkal. Egyúttal szolidaritást hirdettek lengyel barátainkkal és a határon túlélő magyarokkal is. Elegük volt a félelemre és erőszakra építő, történelemhamisító, a népre és demokráciára hivatkozó, de azt semmiben nem néző kommunista hatalmasságokból. 63 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án délután több ezren gyűltek össze a Kossuth utcán is, hogy hidet tegyenek a szabadság mellett. Ez a debreceni 56. október 23-ájának legtragikusabb pillanata. Az ávósok tüzet nyitottak a tömegre, ketten életüket vesztették, többen megsebesültek. Hiába dördült azonban sortűz, a forradalmat már nem tudták megállítani. Az embereket már nem tudták megfélemlíteni. A város, ha átmeneti időre is, de a saját kezébe vette a sorsát. A szabadság fegyverek által fenyegetett, de mégis mindent átható érzése azonban csak átmeneti volt. November 4-én a szovjet hadsereg támogatásával visszaállították a kommunisták uralmát a városban. Így idézi meg a debreceni ifjúság szabadságvágyának eltiprását Buda Ferenc. Gyermeki karunkba ereje gyülem lett forró férfikornak, csillagos oldalú, tűzokádó tankok felnőtté tiportak. De a kommunisták és a szovjet tankok csak a felszínen tudták elfojtani a szabadságvágyunkat. A mélyben a remény továbbizzott. És ez a remény született újjá az 1989-90-es rendszerváltás időszakában, amikor a debreceniek újra bebizonyították, hogy nincs olyan szabadságért vívott küzdelem, amelyben ne lenne meghatározó szerepünk. Debrecenben született meg ugyanis a páneurópai piknik gondolata, amely Németország újraegyesítésében és ezzel együtt Közép-Kelet-Európa felszabadításában játszott rendkívül fontos szerepet.
és akik átélték, akik saját életükben érezték a szocialista világ bezártságát és diktatórikus jellegét, azok soha nem felejtik el azt a 30 évvel ezelőtti pillanatot, amikor 1989. október 23-án délben a harangszó után Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot, beverve az utolsó előtti szöget a szocializmus koporsójába. Hogy ez megtörténjen, sok ezer bátor magyar ember áldozatvállalására, életének, munkájának, egzisztenciájának kockáztatására volt szükség. 56 értékeit meg kell óvni minden körülmények között, és ez nem egy üres, ok nélküli felhívás. Az 50. évfordulón 2006-ban ugyanis majdnem megismétlődött 1956. október 23-a. Úgy hiszem, mindannyian emlékszünk az akkori megdöbbentő budapesti eseményekre. És ma az az ember nevezi magát demokratának, oktat bennünket demokráciára, aki 13 évvel ezelőtt akkori miniszterelnökként azonosítószám nélküli rendőröknek öltöztetett embereket vezényelt a békés tüntetők ellen, nem egy esetben maradandó, életre szóló sérüléseket okozva. Nem csak 56-ot, ezt sem fogjuk soha elfelejteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 30 éve Debrecen kereste a biztos jövőbe vezető utat, de a rendszerváltást követően közel egy évtized telt el a lassú leépülés jegyében. Majd 1998-ban jött létre az az összefogás, amely elindította a várost az azóta is töretlen fejlődés útján. 63 évvel a forradalom és 30 évvel a köztársaság kikiáltása után nem ígérhetek mást, mint hogy folytatjuk azt az összefogáson alapuló, a debreceniek elképzeléseit szem előtt tartó, fenntartató városfejlesztési politikát, amelyet eddig is követtünk, és amelyet másfél héttel ezelőtt nagy többséggel erősítettek meg a debreceni választók. Köszönet érte! Számunkra a szabadság, az önrendelkezés, a debreceniség a legfontosabb. Az a célunk, hogy a várost alkalmassá tegyük arra, hogy jó válaszokat adjon a következő évtizedek kihívásaira. 63 évvel ezelőtt az 56-os ifjak talán pontosan olyan Debrecenért harcoltak, mint a mai, amely becsüli történelmét, hagyományait és demokratikus szellemiségével, erős gazdaságával, biztonságot nyújtó lehetőségeivel stabil jövőt jelent a fiataloknak és minden debreceninek. Tisztelet 1956 hőseinek, akik életüket, jövőjüket adták azért, hogy mi itt és most szabadon, nyugalomban, békében ünnepelhessük a magyar szabadságot. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!